Szervusztok! A Patina tehetségkutató verseny győzteseivel, a héttagú Duckshell zenekarral beszélgetünk a következő percekben. Európai körutak, mindenféle kalandok, fellépések Magyarországon, Európában végig, kislemez, nagylemez, mindenféle kalandok várnak ránk. Mindezt az Eltevízió összhangsorozatain belül. Budai gangsterek! 2018! Hogy alakultatok át Gyümgyümből Duckshell, és hogy mi ez a név, honnan jött? A Gyümgyüm zenekarnak a basszusgitárosa úgy döntött, hogy véget vett az együtt zenélésnek, és kiköltözik Berlinbe, és így egy hangulati és egy hozzáállásbeli változás indult el a zenekarban. Ezzel egy új név is járult. Azt így hozzátenném, hogy én hatalmas Gyümgyüm rajongó voltam, úgyhogy úgy alakult az életem, hogy végül barátból taggá váltam. És milyen érzés volt, amikor egyszer csak mondhatni, hogy az ikonjaid magukhoz hívtak, hogy zenélhetsz velük? Napokig nem aludtam. Utolsó egy-két évben csatlakoztam hozzájuk, mint billentyűs. Annyi volt az egész, hogy a Benny, az énekesünk, megtalált itt a Gólyában az egyik buli után, hogy hallotta, hogy billentyűzök, és keresnek billentyűst, úgyhogy pont kapóra jöttem, és beszálltam a zenekarba. Álfi alapítótag. És nincs itt a boss, a főnök, Benediktus, a brazil csődör, aki alapította az első zenekart, de ő keresett meg egy nagyon forró balatoni nyáron, amikor is a Mandula kempingbe csopakon együtt táborozgattunk, hogy jó broda, hallom, tesó, gitározol, jó, jött oda hozzám, és akkor nekem ez hatalmas dolog volt, mert ugye ő akkor nagy fiúk közé tartozott a gimibe, én meg a kicsi fiúk közé. De ja, amúgy az elején, kb. Az első megbeszélésen azt az alapszabályt fektettük le, hogy bulizni akarunk és buliztatni, illetve forradalomról és szerelemről csinálni zenét. Hát már második nyár, hogy kimegyünk külföldre egy turnéra. Először abból állt, hogy utcazen élünk végig, és amikor az egyik városban kerestünk elég pénzt, akkor költünk benzinre, meg kajára, és akkor továbbállunk a következőbe. És első nyáron így jutottunk le Barcelonáig. Ez a Gólya, ide mindig jó visszatérni, egy megnyugtató hely, az otthonunk, próbatermünk, és a kocsmánk. Amúgy azt kell tudni, hogy már akkor játszottunk itt még a imént említett Gyümgyümmel, amikor megint csak az volt a helyzet, hogy Budapesten nagyon kevés helyen tudtunk játszani. Egyszer játszottunk itt a Gólyába, és utána gyakorlatilag ez volt szerintem egy évig legalább, vagy másfél évig, amíg még nem volt jó a zenekar, de sok ember járt rá. Az egyetlen budapesti hely, ahol koncertezhettünk, és olyan sokat játszottunk itt, hogy utána már ők is megszerettek, és akkor meg már azért marasztaltak, és amikor kitalálták, hogy legyen próbaterem, akkor addigra olyan, szerintem olyan sokat voltunk itt hivatlanul is, hogy akkor meghívtak, hogy próbálhatunk itt. Most volt nemrég a Patina, úgy hallottam, hogy ti elég jól szerepeltetek. Hanyadikok is lettetek? Hát én úgy értesültem, hogy első helyezést értünk el. Lényeg a lényeg, hogy a zsűri szavazatai alapján 74 ponttal a Duckshell zenekar lesz. Így utólag természetesen amúgy megszépülnek az élmények, nem mintha rossz lett volna, de az elején egy picit megijedtünk, hogy a mi stílusunkkal és zenénkkel ott mit lehet majd elérni, de végül csak pozitív élményekkel távoztunk. És akkor mik a jövőbeli terveitek? Nyár végén tervezünk, vagy így az ősz folyamán fölvenni egy nagy lemezt, és amúgy meg szétkoncertezzük magunkat nyáron mindenfelé. Kilátásban van pár külföldi fellépés is,
de most főleg Magyarországra koncentrálunk, nem megyünk például így hosszabb távra utazni. És legközelebb hol lehet titeket hallani, látni vagy érezni? Április 27 Óbudán, a főtéren, Szent György napi vásár. Este 8 Dákssel. Ők voltak a Dákssel. Kövessétek az Eltevíziót és az Összhang videó sorozatát.